Arra gondoltam, hogy a mai videót úgy kezdem, majd drámaian besétálok a képbe. És itt is volnék. Sziasztok, Maka vagyok, ez pedig itt a Majom Percek második része. Mielőtt belekezdenék az egészbe, gyorsan el szeretnék mondani két dolgot. Először is köszönöm szépen a támogatást, amit az első videó után kaptam. Marha jó érzés, hogy még napokkal később is 10 perceként kapom az e-maileket, hogy valaki feliratkozott a csatornámra. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, marhára motiváló, és nélkületek ez nem lenne itt ez a második rész. Másodszor is szeretném felhívni a figyelmet, hogy szombaton 23 órától egy Magic Sixers mérkőzést láthatok majd a Sport1-en, amit én fogok szakkommentálni, és ha minden igaz, akkor Farag Boricsi mellett leszek, úgyhogy ez egy igen érdekes duó. Úgyhogy ha nincs jobb dolgotok szombaton este, akkor you know, kapcsolódjatok be, írjatok Twitteren NBA-hu hashtaggel majd, hogy a szünetekben lehessen miről beszélni. Ma egy érdekes témát hoztam, ami egy olyan szabályváltozás lehet, ami teljesen megváltoztathatja a profi baseballt. Ne x-eld ki! Ne x-eld ki! Megpróbálom az egészet egy olyan formával csomagolni, hogy annak is érdekes legyen, aki nem tud és nem is akar semmit tudni erről a sportágról. Kezdjük egy kicsit költői kérdéssel, már pedig azzal, hogy szerintetek mennyire kell tisztelni egy adott sportnak több éves, több tíz éves, akár több száz éves tradícióit, hagyományait? A két szó az ugyanaz. Köszi szépen. Ott van például a labdarúgás, ahol még a mai napig vitatkoznak, hogy például a góloknál a videóbírózás jó dolog, nem jó dolog. Gondoljatok bele, hogy egy kosár is mennyit érhet egy kosármeccsen, amit néha vissza kell nézni, pedig abból több száz van. Míg a fociban benne van, hogy egy gól az egész mérkőzésről dönthet. Évszázadokig elég volt az, hogy a bíró vagy a partjelző látta, hogy a gól gólá. Most pedig mégis a technológiára bízunk magunkat, mert meg akarunk győződni róla, hogy tényleg benn volt a labda. De hogy az amerikai sportoknál maradjunk, és azoknak a tradícióról is beszéljek, ott van a kosárban a három pontos vonal. A tripla vonalnak természetesen rengeteg idő kellett, hogy eljusson oda, ahol jelenleg tart. Jól tudjuk, hogy a kezdeti időben nem nagyon használták ki, nem nagyon dobtak annyira távolról a vonal megjelenése előtt, csak alig páran próbálkoztak abból a távból. A megjelenése után is ugye rengeteg idő kellett, míg a játék úgymond kiszokott a belvárosba. És most már nem lepődünk meg rajta, hogyha egy mérkőzésen több tripla kísérlet van, mint két pontos. Azzal, hogy a három pontos egyre népszerűbb és egyre veszélyesebb, a játék teljes dinamikája átalakult. Igen ám, de mi lenne akkor, hogyha emelnénk még egy szintet ezen, és beemelnénk azt a négy pontos vonalat, amiről az elmúlt években hébe-hóba azért párszor már volt szó az NBA-ben. Gondoljatok csak bele, hogy valóban leraknánk, valóban a három pontos vonal és a félpálya közé egy négy pontos vonalat. Ahonnan egyébként azért látunk embereket dobálni. Szinte biztos vagyok benne, hogy bár rosszabb százalékkal, de elindulna egy négy pontos dobálás is. Ami aztán lehet, hogy az évek folyamán odaig jutna, hogy olyan százalékkal dobálnák, mint ahogy most teszik a hármasokat. Mekkora lenne, hogy egy támadás alatt ledolgozod az ellenfél két támadását? És azt se felejtsük el, hogy sokkal nehezebb lenne lezárni a meccsek végét büntetőzéssel, hiszen két bedobott büntető után jönne egy négy pontos válasz mondjuk. Végre nem kapnánk meg azt, hogy bár van még pár másodperc, az emberek nem dobják el a félpályás kísérleteiket, nehogy rontsák a három pontos százalékukat, inkább csak a duda után egy picivel engedik el. Bár akkor meg már lehet, hogy az lenne a probléma, hogy a négy pontos százalékukat rontják le. Írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltak az egész négy pontos vonalról. Tiszteljük annyira a kosárlabda tradícióit, hogy ne emeljünk be még egy ilyen változást, vagy lehet, hogy sokkal izgalmasabbá tenni a meccseket. Ti mit gondoltok erről? Benne van a pakliban, hogy a baseballben egy olyan drasztikus változtatást hoznának létre, mint amilyen dolog lenne a négy pontos vonal a kosárlabdában. Rich Eisen a néhány nappal ezelőtti műsorában arról beszélt, hogy az MLB egyik főfejese olyan dolgokat csutogott a fülébe, ami egy-két éven belül a baseball mérkőzések legdrámaibb szakaszában még több figyelmet generálna. Rövid, gyors talpaló következik. A baseballban 9 ember alkot egy úgynevezett ütősorrendet, ami az egész meccs során végigmegy. Ha az első inningben az első, második, harmadik sorrend lement, akkor a másodikban a negyedik ütő fog kezdeni. Ha valaki bázisra került, mielőtt meg lett volna a három kieső, akkor a másodikban 5-6-7 lesz a sorrend. A kilencedik, általában leggyengébbnek vélt ütő után ismét az első ember üthet. Az első két helyen lévő ütők általában arról híresek, hogy nagyobb százalékkal kerülnek bázisra, köszönhetően gyorsaságuknak, türelmüknek, illetve annak, hogy a csapatban senki nem teremt jobban kontaktot náluk a labdával. A 3-4-5 ütők inkább erejükkel operálnak, így a bázison lévőket egy nagy bombával be tudják ütni pontokért.
Az ütősorrend legnagyobb hibája, hogy egyáltalán nincs garantálva, hogy a 9. inningben, az utolsó játékrészben a csapat legjobb ütői vannak a pályán. Képzeld el azt, hogy Michael Jordan nem játszhatott volna a mérkőzések utolsó 6 percében. A baseball az egyetlen sportág a világon, egyáltalán nincs garantálva, hogy az adott csapat legjobb játékosa a meccs legdrámaibb szakaszában játszani fog. A szabálymódosításban az szerepelne, hogy a menedzsereknek az utolsó 9. inningben lehetősége nyílna arra, hogy bármilyen játékost fölrakjanak ütni. Magyarán a mérkőzések hajrájában lehetőség nyílhat arra, hogy zsinórban 2 inningben a csapat 3 legjobb ütője üssön. Magam részre annyit, hogy egy kiélezett baseball mérkőzés akkor is izgalmas, hogyha a 7, 8 és 9 ütők próbálnak mondjuk egyenlíteni az utolsó inningben, de az szinte biztos, hogy ezzel az egész arra akarnak rámenni, hogy az átlagos tévénéző ne kapcsolja ki a mérkőzést, még akkor is, hogyha kicsit lefutottnak tűnik, hanem nézze végig, mert a 9. inningben bármi megtörténhet. Annyit azért tudni kell, hogy a baseball rendkívül hű a hagyományaihoz. Gondoljatok abba bele, hogy sok éven keresztül az American League konferenciában 14, a National League konferenciában pedig 16 csapat szerepelt. Miért? Hagyományok. A baseball rengeteg jó és hasznos szabályváltoztatást eszközölt az évek során, hogy a játékot egy picit felpörgessék, picit élvezhetőbbé tegyék. Egy ilyen változtatás viszont egy hatalmas követ dobna be az állóvízben, és szinte biztos, hogy a hagyományőrző baseball szurkolóknak kicsit nagy falat lenne. Magyarországi baseball rajongók, ti mit gondoltak erről? Lesz-e belőle valami? Van-e értelme ezt megcsinálni? Tudom, hogy egy kemény téma volt, de nagyon szépen köszönöm, hogy kitartottál a végéig. Ne felejts el feliratkozni a csatornámra, mert annak örülök, és annak még jobban örülök, hogyha Facebookon megírod az oldalamra, hogy miért tetszett, nem tetszett a videó, illetve milyen újításokat várnál, nem csak a sportoktól, de tőlem is. Én Kun Zsolt vagyok, ezek pedig a Majom percek voltak. Sziasztok!